A szikszói kistérségi többcélú társulás és Szikszó város önkormányzatának sikeres pályázata lehetővé tette, hogy második alkalommal is részt vegyenek az integrált térségi gyermekesély programban. A 2017-ben indult esély és lehetőség a gyermekeinknek, esélyteremtés a szikszói kistérségben élő gyermekek és fiatalok számára elnevezésű programra 500 millió forintot, míg 2018-ban infrastruktúra fejlesztésként 100 millió forint állami támogatást nyert el a konzorcium. Ennek eredményeképpen adták át 2021. február 5-én a Közösségi Házat Szikszón, ahol számtalan szabadidős programmal várják a 0 és 25 éves kor közötti fiatalokat a szikszói járásból. Az ünnepélyes eseményt a járványügyi szabályoknak megfelelően szűk körben tartották, ahol a nemzeti színű szalagot dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, Schwab Antal, Szikszó város polgármestere és Telmach Marian, a program szakmai vezetője vágták át, majd a jelenlévőkkel együtt megnézték a ház nyújtotta lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy ha egy ilyen közösségi ház megépül, akkor az egyértelműen annak a jelzése, hogy a település hosszú távra gondolkozik. Ahogy látható itt mögöttem, fiatalok jönnek, mennek, pingpongoznak, illetve mindenféle egyéb közösségi tevékenységet tudnak folytatni. Itt mellettem fiatalok táncolnak éppen. Úgy gondolom, hogy ez mind annak a jele, hogy itt jövő van, mert ha a fiatalok vannak, ott egyértelműen jövő van, úgyhogy én nagyon örülök, hogy a mai napon ezt a közösségi házat Szikszón át tudtuk adni. Én nagyon remélem, hogy tényleg az a színhely lesz, amire mi ezt megálmodtuk, megterveztük, az pedig az, hogy egy olyan bölcsője legyen a szikszói ifjúságnak, ahol mindenki nyugodtan szórakozhat, ahová minden szülő nyugodt szívvel engedi el majd a gyermekét, ahol tudja, hogy értelmes szabadidős tevékenységen vesz részt a gyermeke, ahol biztonságban van, ahol fejlődik, ahol tanul. Egy olyan kulturális bölcső legyen ez a közösségi ház itt a Rákóczi úton, ahogy az inkubátorház is azzá nőtte ki magát az elmúlt években. 0-tól 25 éves korú fiatalokat, főleg hátrányos helyzetű fiatalokat várunk. Egyelőre a koronavírus amennyire lekorlátoz, tehát maximum 10 fővel tudunk egyszerre az épületben tartózkodni. Van jazz dance-ünk, léghokink, csocsóasztalunk, pingpongasztalunk, foglalkozásokat szervezünk. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segítségével farsangi programot szeretnénk, ugye bulit nem lehet sajnos, de valamilyen formában szeretnénk ezt is megünnepelni, illetve nyáron, ha kész lesz az udvarunk, ott is szeretnénk rengeteg szabadtéri programot. Van egy közösségi tér, amit itt is lehet látni, ugye itt vannak a főbb játékok, illetve a közösségi programokat itt fogjuk szervezni. Van egy konyhánk, ahol sütési-főzési lehetőségünk is van, ilyen programokat is szeretnénk szervezni. Van egy kis foglalkoztatónk, ami félig az eszközök tárolására szolgál, illetve az egyik felében, amennyiben szükséges, akkor pszichológussal, hogyha nyilván zárt keretek között tudjanak foglalkozást tartani, vagy fejlesztést, illetve van mosási lehetőség, zuhanyzási lehetőség, és ugye mosdók. Minden szolgáltatásunk ingyenes, bármikor igénybe veheti bárki. Ez a közösségi ház a gyerekesély pályázatnak az egyik része. Ugye két részből állt össze a pályázat, van egy programelem megvalósítás, és volt az építés, a közösségi ház ebből épült föl, és miután ugye most megnyitottuk, folyamatosan várjuk a gyerekeket, programokra, játékokra, ugye itt a háttérben láthatóak, hogy milyen eszközök vannak, ezeket folyamatosan bővítjük, folyamatosan a gyerekek igényeire alakítjuk ki a közösségi ház játékait, programjait. Ugye maga a pályázat és a hátrányos helyzetű gyerekeknek szól, őket részesíti leginkább előnyben. Szeretnénk ugye az integrációt, a folyamatos együttműködést, egy olyan közösségi teret itt létrehozni, ahová bejönnek a gyerekek délutánonként, itt töltik az idejüket, nem az utcán csellengve kóborolnak, nem találják a helyüket, nincs hova beülni, és ez legyen egy olyan bázis nekik, egy olyan kamasztanya, ahova bejönnek, ha ahhoz van kedvük, csak lehuppannak a székre is, és facebookoznak, vagy telefonoznak, de ha van kedvük, akkor közösen játszanak, vagy egy-egy közös programba vesznek részt. Ezek így a legfőbb elemei ennek a közösségi háznak, így telnek a mindennapjai, és folyamatosan szeretnénk még a közösségi házba programokat hozni. Legyenek ezek prevenciós foglalkozások, vagy ugye akár a fizika órát, kémia órát nem szeretik a gyerekek, de akkor hozzunk ide olyan programot, amit interaktív módon meg tudnak ezekkel a dolgokkal
elismerkedni, és kedvet kapnak hozzá, hogy nem csak pedagógiai és iskolai keretek között lehet ezekkel megismerkedni, hanem egy élménypedagógia kapcsán legyen ismeretük a gyerekeknek, és élvezzék azt, amit megtanulnak. De akár konferenciát is tudunk itt szervezni, szakmai megbeszéléseket, különböző civil szervezeteknek tudunk ide majd szervezni programokat, hogy segítsük a civil szervezetek működését, mert itt a Fölvidéken, a térségben nagyon sok civil szervezet van, akiknek bizonyám el kell a segítség, hiszen nem biztos, hogy tudják, hogy milyen pályázati lehetőségeik vannak, milyen dolgokkal kell minden nap szembenézniük, évvégén milyen elszámolásokban kell részt venniük. Tehát, hogy ez mind-mind egy ilyen segítő program lenne, és a közösségi házban, amennyire tudjuk, helyszínt adunk ezeknek a programoknak.